mindig így fogadja a vendégeit? A kedvesebb vendégeket. Azok mellett dolgozom, és ők nem sértődnek meg. Van aztán egy típus, elég ritka szerencsére, aki azt várná, hogy szembe üljek vele, és vele foglalkozzam. Idővesztesség. Itt idővesztesség nincsen mostan. Munka közben tud beszélgetni? Ha már bizonyos fázisba jutott a metszet, mikor megkezdem, akkor ugyanolyan druk fog el, mint az előadó művészeket. Ez aztán körülbelül 5-10 perc alatt feloldódik. Attól kezdve aztán forgatom a metszetet, ugye dolgozom, vagy beszélgetek, vagy rádiót hallgatok, itt egy kicsi rádiót, ugye. Úgyhogy megy. Van olyan munkafázisa, ami, hogy mondjam, szallagmunka? Az lenne, de nem engedem. Szóval nálam minden véső nyomnak, másnak kell lenni. Lehet, hogy ne is legyen az egyik párhuzamos a másiktól. Illetve, hogyha párhuzamos, akkor is legyen valami kicsi-kicsi különbség. Úgy, hogy nézetem szerint két azonos fűszál sincsen a föld kerekségen. Nemrég jelent meg a Dante sorozat kötet formában. Négy lakásban láttam eddig szétszedett állapotában a könyvet, úgyhogy mindenik metszetet berámázták és frízként aggatták ki a falra. Kolozsváron, vagy ahol azóta egyebütt járt, hogyan fogadta a közönség a kötetet? Hát fél óra alatt elkelt az egész kolozsvári készlet. Hosszú sorba álltak a főtéren, benne az üzletbe kellett befizetni, és akkor a főtéren osztották ki. Arra mentem dedikálni egy jó ismerősömmel. Mondom neki, látja ezt a tömeget? Van közönségem. Egy Észabó Bélának mindenütt van közönsége, hiszen volt Moszkvában, volt Kínában, volt Mexikóban. Közönsége mindenütt van. Azt hiszem, ilyen szeretettel viszont talán sehol nem fogadják, mint idehaza. Természetes kérdés az, hogy mi következik? Hát éppen május 10-én fogtam neki a jelenések könyvének. Ez 22 metszetből állna ez a sorozat, azonos méretűek, mint a Dante metszetek. Úgyhogy körülbelül 3 évet adtam magamnak. Most 72 éves vagyok, hát körülbelül 75 évig kell élnem, hogy 75 éves koromig kell élnem, hogy ezt a munkát befejezzem. De remélem, hogy sikerülni fog. Dante után csak a jelenések könyvéhez juthatott el az ember. 3 évi csodálatos alkotói remeteséget tervezett. Ez bizonyos fajta elvonulást jelent a közélettől? Tehát nem látunk mostan lapokban egy Észabó illusztrációkat, nem látunk újévi köszöntőket, nem látunk kiállításokat? Nem, ezek megmaradnak, ugye? De például nagy társadalmi életet, amelyet amúgy sem éltem, pláne Kolozsváron, azt még úgyse szabad élnem. Mikor Dantét csináltam 63-64-be, szóval másfél éven át metszettem, és nem tudom mi miatt, körülbelül 4-5 napra megszakítottam. 2 hétnek kellett eltelnie, amíg újra visszazökkentem abba a világba, az a látásmódba, ahogyan azt a sorozatot el kellett készítenem. De. Szóval itt zökkenésnek, megszakításnak nem szabad lennie. Ez azt jelenti, hogy szabadságra sem? Nem, nagyon jól érzem magam, mikor ezzel a munkával vagyok. Szívesen csinálom. Hát ugyanekkor 100 szerelmes szonett készülő műhöz csinálok kicsi metszeteket. Ezek lírai hangvételű dolgok, de megy, talán kikapcsolódásnak fogom őket csinálni a jelenések könyvek közben. Ez nem okoz kizökkenést. Szóval a világirodalom legszebb szerelmes szonettjei. Dáné Tibor állította össze, és ezekhez egy-egy kicsi metszet. Hány metszet van már meg?
Körülbelül 20 megvan. Szinte állandó kiállítás partnere, ha így mondhatom, művésztársa Ferenczi Júlia. Mi készteti arra önöket, hogy együtt állítsanak ki? Hát 1969-ben állítottam ki vele először itt Kolozsváron. Én fametszeteket állítottam ki, ő pedig pasteleket. Most 39-ben ismertem meg, ő akkor olajjal festett, igen szépen. Néha sajnálom is, hogy egy időre abba hagyta. A pasztelfestést azt én mutattam meg neki, és azt olyan tökéletességre vitte, hogy például gyermekportrét, női portrét, vagy virágcsendéletet már nem ismerek festeni pasztellel, mert ő jobban meg. Túlnőtte a tanítvány Gyészabó Béla? Úgy néz ki, ugye? Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy a természetlátása az nagyon rokon az enyémmel. Nem azonos. Én talán dinamikusabban látom a dolgokat, mint ő. Viszont benne annyi líra van, és ehhez hozzájárul a bámulatos színérzéke, ugye? Úgyhogy én is tanulhatok tőle. Nagyon szívesen állítok ki vele, és a gyakorlat azt hiszem minket igazol. Na mostan eleinte külön falakon állított ki ő, és külön falakon állítottam én ki. Jól emlékszem, Brassóba jöttünk rá, tavaly előtti brassai kiállításon, hogy keverve még jobban fognak azok a munkák. Furcsa mód fokozzák egymás hatását. Igen. Ez olyan dolog, hogy a legtöbbször művészek viszonyognak attól, hogy a kollégájuk munkájával összekeverjék az övét. Itt nem történt semmi, sőt, két fametszet között, két fehér-fekete között a színes pasztel még jobban él, és fordítva, két színes munka között a fehér-fekete jobban hat. Nem egy fametszetet köszönhetek neki. Szóval ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy né ezt és ezt a témát milyen szép volna fametszetbe megcsinálni, és rá is beszélt. Például van egy napos erdei út a kolozsvári Hója erdőbe, arra emlékszem, arra ő beszélt rá. Ugye? És sok más metszetnél nagyon hasznos tanácsokat adott. Úgyhogy szívesen állítok ki vele, és azt hiszem ő se bánta meg, és én se. Ferenczi Júlia művésznő műtermében mi másról kezdhetne az ember interjút készíteni, mint arról, hogy kérném, mondja el nézőinknek, hogyan kezdődött. Hogyan választotta ezt a pályát, és kik tanították, amíg eddig eljutott? A nyárán mentén álmodoztam végig a gyermekkort, és 20 éves koromban elindultam a nagy útra, a Kolozsvári Akadémiára felvételizni. Sikerült. Itt Pap Sándor, Csupé Aurél, Ládia, meg Kátul Bogdán voltak a tanáraim. Később, mikor befejeztem az iskolát, előről kezdtem mindent, és rajzolni, meg pasztelezni Gyészabó Bélától tanultam meg. Művésznő, induláskor volt elképzelése arról, hogy mit akar, mit tudom én, 100 év alatt megvalósítani? Tehát kimondott képzőművészeti arszpoétikája? Volt, de attól elkanyarodtam, freskó festő akartam lenni. És arról álmodoztam, hogy Rómába folytatom a tanulmányaimat. A sors úgy hozta az idők, hogy ez nem sikerült. Aztán azután olajba festettem, és minden kezd, azt hittem, hogy a jó kép csak a nagy kép. Aztán jött a háború, utána a pasztelre tértem át, részben gazdasági okokból, és azután megszerettem. Szóval rájöttem, hogy ez nem egy könnyű műfaj. És azt hiszem, önkifejezési eszköznek kiválóan alkalmas akkor, hogyha valaki így látja a természetet, ahogy művésznő látja. Igen, hát lirai beállítottságban vagyok, amit most újabban még dicsérőleg is elfogadnak, és volt ide, amikor nagyon elmúltam marasztalva vele. Hát erről a pasztel nagyon jó.
Szeretnék kérdeni valamit. A közös kiállítás az ön számára mit eredményez? Tehát miért tartja jónak azt, hogy fametszetekkel együtt állítják ki a pasztelt? Hát, hogy úgy mondjam népiesen, hogy kössen fel a nadrágomat. Mert Gyészabó Bélával kiállítani, meg kell szorítani a derékszíjat, és vigyázni kell, hogy az ember mivel jön ki. Merem vállalni a szomszédságot, és egyáltalán az ő művészete nagyon sarkalólag hatott rám, úgyhogy komolyan a maximumot próbáljuk magunkból. Közelebbi és távolabbi terveiről mennyire enged betekintést? Ja, hát ha még lehetséges, és ha úgy van kimérve az időm, szeretnék még egy kicsit tovább jutni, mélyülni. Most nagyon érdekel a figurális, és az arckép, az emberi jellem. A táj persze. A csendélet, hát ez egy csodálatos téma, csak az nézi le, aki nem tudja megcsinálni. Sok idő kell oda, hogy az ember leegyszerűsödjön, és kevés szóval mondja el a mondani valóját.